Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Détok Ernőt hallják a felvidéki magyar sportcsatorna Dunaszerdai stúdiójából. Visszatérünk az 1990-91-es csehszlovák bajnokságra, amikor is a DAC ugye 4 fordulóval a bajnokság vége előtt még az élen állt, és esélye volt, hogy történelmi tettet hajtson végre. A néhai Szikora György Isten gyugosztalja által vezetett sárga-kékek ugyanis még ekkor, ugye 4 fordulóval a bajnokság vége előtt vezették a csehszlovák bajnokságot. Aztán történt, ami történt, az utolsó 3 fordulóban sajnos csak 1 pontot szereztek a dunaszerdaiak, ezt a Heb vendégeként, aki akkor szintén egy élcsapat volt, 0-0-ás döntetlennel. Aztán következett ez a találkozó, amihez most visszatérünk, a DAC és az Inter meccse, és a zárófordulóban még az UEFA kupa szereplésem sikerült, hiszen 2-1-re kikaptak Simonék Olomoucban, és ezzel a 4. helyen végeztek, mindössze 4 ponttal lemaradva a bajnok Sparta mögött. Akkoriban ugyebár csak emlékeztettek a fiataloknak, hogy 2 pontos rendszer volt, tehát 2 pontot ért a győzelem. Hát sajnos a győzelem elmaradt. Rudolf Pavli 200. élvonalbeli meccse volt ez, az Inter elleni összecsapás, és nagyszerűen kezdődött egyébként a mérkőzés a DAC számára. Ez a 8. perc, épp a jubiláló Rudolf Pavlik, a DAC karmestere, dajkálgatja a labdát, aztán kapkozárkózik, Simon érkezik, óriási mázlia van Tóth Lacinak, a nagyfödémesi kapusnak. Simon ugyanis 8 méterről telibe találja a kapufát, itt Simon előkészít, Dinya pedig kihagyja az iccert, vagy Tóth hárét, Palo Dinya a kapusba lövi. Jancsula ugrik ki, és elkaszálja őt Stranjanek. Ez 11-es, a 200. ligameccsét, a csehszlovák ligameccsét pedig Rudolf Pavlík egy értékesített büntetővel ünnepelte meg. Sajnos azonban gyorsan jött az 1-0-ás DAC vezetésre a válasz, Kubica egy szöglet után fejjel egyenlít 1-1. Ez már a 2. félidő. Egy jobboldali támadás Szaba mellett, beívelik a hosszú oldalra, nem figyelnek a védők, de Dvirnyik, az ukrán légiós pedig megfordítja a meccset, 2-1, és a slusszpoén is Dvirnyiké volt, nagyszerű indítást kap, begyalogolhat, bár Vahala hozzáér, de Dvirnyik duplájával 3-1-re nyert az Inter a DAC otthonában, ezzel a dunaszerdélyek elvesztették az esélyt a bajnoki címre, a csehszlovák bajnoki címre.